Nem csitul a vita a paksi atomerőmű bővítésének titkosítása kapcsán. A parlament tegnap szavazta meg, hogy 30 évig ne lehessen tudni a szerződések részleteit. Az LMP Orbán Viktor 2008-as kijelentéseivel példálózik, akkor ellenzéki vezetőként Orbán a déli áramlat gázvezeték építésének titkosítása miatt kritizálta a Gyurcsány kormányt. Most a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár azt mondta, a paksi bővítés ügyében többet lehet tudni, mint akkor a déli áramlatról. Egy asztalnál Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc nem akarták, hogy mindenki tudja, hogy miről tárgyalnak és miről egyeznek meg. 10 évre titkosították is a déli áramlat nevű gázvezeték megépítéséről szóló megállapodást, és ez akkor nem tetszett Orbán Viktornak. A magyar kormány puccsot hajt végre a saját nép ellen. 10 évre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal, a 21. századot és a magyar nép, a teljes Kárpát-medencei magyar nép életét döntően meghatározó kérdésben, az energia kérdésében. Úgyhogy arról mi semmit nem tudunk. Ma szerettük volna megkérdezni a miniszterelnököt, hogyan értékeli, hogy a fideszes többség tegnap 3-szor ilyen hosszú időre, 30 évre titkosította a paksi beruházásról kötött szerződés lényeges pontjait. Miniszterelnök 2008-ban azt mondta, hogy kulcs, hogyha titkosít. Orbán Viktor nem válaszolt, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár viszont igen. Nincs összefüggés a kettő között, ugyanis 2008-ban azt a lépést akarta titkosítani a Gyurcsány kormány, amit 2014. januárjában és 2014. júniusában a jelenlegi kormány az országgyűlése lévitt. Tehát olyan dolgokat akar titkosítani az előző kormány, amit az alkotmány szerint nem tehetett volna meg. Gyirosász András szerint ugyanis a miniszterelnök csak szándéknyilatkozatot írt alá Vlagyimir Putyinnal a paksi bővítésről. A végleges szerződést azonban már a parlament hagyta jóvá. A Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció szerint 2008-ban azért titkosították 10 évre az oroszokkal kötött szerződést, mert az volt az emberek érdeke. A 10 év akkor jöhet szóba, amelyre említettem, hogy kifejezetten azokra a műszaki feltételekre és adatokra vonatkoznak, amelyek az ország érdekét és a magyar nép érdekét képezik és jelentik. Ennek megfelelően lehet a titkosítás részbeni megoldásáról szó. Az LMP szerint hiába nyilvános a paksi szerződés néhány részlete, a legfontosabb információk így is titokban maradhatnak. Ha 2008-ban pucsról lehetett beszélni, akkor most 2015-ben a hazárulás minősített esetéről. Ugyanis látszik, hogy most már más nagyhatalmak is közelébe kerültek a paksi projektnek. Világosan látszik az, hogy Orbán Viktor mindenkinek több információt ad erről a kezdeményezéséről, mint a magyar embereknek. Csak 30 év múlva tudhatjuk meg, pontosan hogyan, milyen technológiával épül a paksi atomerőmű kettes blokja. A kormány szerint ennek nemzetbiztonsági oka van. Ellenzéki pártokon kívül a Transparency International nevű civil szervezet is a köztársasági elnökhöz fordult azért, hogy Áder János ne írja alá a titkosításról szóló törvényt.